Máriusz Tabaku zeneszerző, televíziós, filmrendező, műfordító, a Kolozsvári Filharmónia igazgatója, tavaly készült el Bánffy Miklós Erdélyi Trilógia című művének fordításával. Idén kapta meg az Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díjat, nem véletlenül, pontosan ezért az irodalmi szempontból vitathatatlanul remek műnek számító munkáért. Máriusz, mi jelent meg hamarabb az életedben? A zene vagy az irodalom? A zenével kezdtem, hiszen zongorát végeztem a Kolozsvári Zeneakadémián, és egy darabig zongoráztam is. Állítólag nem is rosszul, de olyan jól kezdtem zongorázni, olyan magas fokra jutottam, hogy rájöjjek, hogy ennél sokkal magasabbra, sokkal jobban kéne zongorázni. Nem elégített ki a zongorázás, a saját zongorázásom, és fél munkát nem voltam hajlandó csinálni. Úgyhogy már azelőtt nekifogtam, de folytattam, és belemélyültem a fordításban, amely egy lehetetlenség, mert szerintem nem lehet fordítani, csak írni lehet, és nagyon nagy öröm számomra, amikor beletalálom magamat az illető írónak a stílusában, az illető írónak a mi voltjában, és ha sikerül jó, ha nem pedig, akkor az egész egy kiszenvedés. Általában, most hagyd dicsekedjek, sikerülni szokott. Hogyha jól tudom, az első műfordításod 1989 előtt jelent meg, amikor a neved, hát azt tudjuk, hogy Indexen volt az ellenzéki magatartásod miatt. Igen, akkor a nevem nem jelenthetett meg, mert nem voltam egy szófogadó fiú, gyerek, de nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy sikerült az nagyapám nevét használnom, Jan Tudorán, aki orosz fogságban, mint magasrangú román tiszt, orosz fogságban pusztult el. És úgy, hogy a könyv, mint fordító, Jan Tudorán néven jelent meg. És ez nekem nagyon nagy öröm. Egy irodalmi mű fordításához hát elkerülhetetlenül fontos jól birtokolni a nyelvtudást. Sokan megkérdezték tőled az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben, hogy honnan tud Máriusz Tabaku ilyen jól magyarul? Igen, hát nézd, tudok jól magyarul, hiszen mindig is egy életen keresztül vegyes környezetben éltem, nőttem fel, Szilágysónyon, illetve Temesváron, ahol egyetlen egy bánatom, hát több bánatom, de nagy bánatom az, hogy nem tanultam meg szerbül. Valamennyire megtanultam németül, valamennyire svábul, majd inkább, és ugye hát magyarul. Szilágysónyról nem beszélve, hogy úgy szintén egy két nyelvű kicsi város volt, ahol töltöttem magyaraimat. És sokat segített ezen az a tény, hogy annak idején a magyar többségben lakott területeken a filmek két nyelven voltak feliratozva. Na most, mivel a Szilágysomjon egyetlen egy mozi volt, mikor olyan film ment, mit tudom én, Jean Gabin, Jean Marais, Alain Delon és egyéb ilyen filmeket, minden nap megnéztük ugyanazt a filmet, nem tudtuk megunni, és előbb-utóbb akarva, akaratlanul elolvastam a magyar szöveget is, hiszen ott volt a szemem alatt. És akkor így ragadt rám a magyar nyelv. A magyar nyelv akkor nyelvet, akkor mélyítettem meg Isten igazából, mikor elkezdtem olvasni magyarul. Ugye az első feleségem író létére, a Balla Zsófia író létére, hát arra illett elolvasni, amiket a feleségem írt, úgyhogy ez nagyon sokat segített a dolgon. Manapság mondhatom, hogy elég jól tudok magyarul. Itt a Bánffy trilógia esetében hát egy rendkívüli munkának számít egy 1600 oldalas műromán nyelvre való átültetése.
Mekkora munkáról beszélünk, mennyit dolgoztál rajta? Bánfi Miklós nagyon, hogy is mondjam, nagyon szép nyelven beszél, nem lehetett ott szélhámoskodni. Az utóbbi időben szerencsébb volt abból, hogy abból a szempontból, hogy két nemes íróval foglalkoztam, Bánfi Miklóssal is, Eszterházy Péterrel, akinek a Hasnyálmirigy naplóját fordítottam. És a nemesség itt nem feltétlenül irodalmi előnyt jelent, hanem maga a tény, hogy olyan kifinomult módon fogalmaz mind a kettő, Bánfi Miklós és Szeri, kiki a maga módján, hogy öröm volt ezzel a kettővel foglalkozni. Most is valami hasonló íróval foglalkozom, aki olyan nyelvezettel ír, hogy sokszor nagyon-nagyon sok időbe telik, amíg megtalálom azt a megfelelő szót, remélem, hogy megtalálom azt a megfelelő szót, amely azt a világot próbálja visszaadni, adja vissza, amit az eredetiben benne van. Amúgy szerintem, ahogy mondtam már az elején, fordítani nem lehet, mert előbb-utóbb az ember Herszalámihoz jut, akkor úgyhogy inkább írni kell, és akkor van Isten igazából öröm az egész fordítás, úgymond fordításban, vagy átírásban. Különben ragaszkodom ahhoz, hogy a könyv, megjelenő könyvben ne írják azt, hogy traducere de, ci undromo neste de. Szóval ne traducere legyen. Van, amelyik kiadó elfogadja, van, amelyik nem. Megadtam volna beleegyezésemet akkor is, hogyha nem fogadják el, hiszen hatalmas munka, ahogy mondtad te, hatalmas munka volt, és elég sok idő telt el, amíg mindenféle akadályokat túllépve megjelent a trilógia. Több idő telt el, amióta befejeztem és megjelent, mint amennyi kellett ahhoz, hogy lefordítsam az egészet. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm számomra is, hogy végre sikerült megjelentetnem ezt a végülis nem is akármilyen kicsi munka, mint mennyiség. A fordítás kiadásához kellett egyfajta bátorság, bár tudjuk, hogy nem egy nacionalista mű, mégis bonyodalmas volt az egész folyamat. Én szerintem azok a tények, amelyek megakadályozták ennek a könyvnek, nem ismerem pontosan a hátteret, nem tudom, hogy mi volt e mögött, de hogy itt a nacionalizmusról, és mondjam, fikarsznyi szó sem lehet, nyoma sincs a nacionalizmusnak ebben a könyvben, és aki ismeri valamennyire is Bánfi Miklósnak az egyéniségét, az rájön, hogy itt szó sincs nacionalizmusról, mert európaiabb szellem, mint a Bánfi Miklós, azt hiszem, hogy kevés van, akár a magyar, akár a román irodalomban. Szerinted Bánfi egy fiktív, lelki Erdélyt hozott létre. Hogyan érted ezt? Hát valamennyire fiktív, hiszen például, csak egy példát mondok, de van sok, olyan helységnevek vannak, mikor barangol a Móczvidéken, amelyeket lehet, hogy én nem kerestem eleget, és nem tudom, hol keresem, de nem volt sehol sem. A Toszerát például, a Tószerátból, ugye ennek van egy románosított változata, azt sehol sem találtam meg. Majd egyszer van egy jelenet, amikor hazamegy a bálból, ami a kaszinóban volt, és végig sétál a Farkas utcán. Na most a bál, hogyha a kaszinóban tartották, a kaszinó, az a mostani szindikátus, vagy nem tudom milyen háza, mindenképpen az a
szemben van az ő házával, az ő palotájával, ahol lakott. Nem a Báfi palotában lakott, a Báfi palota az, az reprezentatív épület volt, ami az ő nagyapja építetett, és semmiképpen nem volt, nem lett volna mit keresen a Farkas utcában, de a Farkas utca leírása az gyönyörű, és nagyon, és mondja, nagyon talál. Ami nem fiktív, ami nem fikció, az a politikai rész, amely név szerint igazi nevekkel van leírva és igazi történetében. Amúgy nagyon-nagyon jól vannak lerajzva, mindamilyenek az ő karikatúrái, a szereplők, még akkor sem, akkor is, hogyha nem igazi néven szerepelnek, mivel hogy az is mutatja, hogy, hogy miután megjelent a könyv, egy csomóan megsértődtek és megharagudtak rá, mondván az, hogy, hogy kiadta az ő világokra, az ő társaságoknak a belső titkáit. Hát amúgy ő tényleg azt írta le más nevekkel, és nem akart indiszkrét lenni, és szó sincs róla, hogy valakit meg akart volna bántani. De a szereplők és a szereplőknek a karaktere az ott van, és azok felismerték magukat. Végül is a Bánfi trilógiának köszönhetően megismerhetjük Erdélyt az arisztokrácián keresztül is, nem csak a paraszti világon keresztül. Egyetlen egy dolgot tudok, hogy ez az összes könyv, amit lefordítottam közül, az egyetlen, amely 100%-osan minden elfogyott. Minden példány elfogyott. Én nekem, ami van, azt is mondjam, aranytartalékként tartom, van vagy 3 vagy 4 példányom, aranytartalékként tartom, mert nem lehet kapni sehol sem az országban. Igaz, hogy nem tudom pontosan, hogy hány példányban jelent meg, de körülbelül sejtem, hogy 1000-valahány példányban jelent meg, és nem lehet kapni sehol sem. A legjobban eladott magyar könyv, amit én fordítottam, és általában azt szerintem a kiadók azok ózkodnak a magyar a kicsi irodalmaktól, mondván az, hogy nem veszik meg. Az emberek általában, az olvasók általában, muszáj kimondjam a szó, sznobok, amerikai, francia, nyugati irodalmakat igen, de kicsi irodalmakat, mint a magyar irodalom, vagy akármelyik más ilyen környező országban, nem veszik. A Bánfi az egyetlen kivétel. Trilogia Transilvana, ez jól hangzik, és Bánfi Miklósnak is már van egy aurája. Szebeni Zsuzsa elég sokat, aki Bánfi rajongó, elég sokat dolgozott, volt egy ilyen vándor kiállítást, amit rendezett, és az is elég nagy sikernek örvendett, aztán amikor megjelent a trilógia, már a trilógia megjelenése előtt egy csomóan megkérdeztek, hogy mikor jelent meg a trilógia. Érdekes az, hogy inkább magyarok kérdezték. Mondom, az Isten szerelmére, ott van magyarul, olvassátok el. Nem, hogy ők akarják ajándékozni román barátaiknak. Mondom, nagyon helyes. Ha összeadjuk a többi könyvet, amit lefordítottam és megjelent, akkor körülbelül ugyanott vagyunk. Tehát igen, nekem nagy elégtétel, hogy ezt sikerült megcsinálnom. Nem ment könnyen, bevallom őszintén. A feleségemnek köszönhetem, Enikőnek, hogy folytattam, mert sokszor elvesztettem már a türelmemet, vagy a bátorságomat is, és megkérdeztem, hogy Enikő, folytassam, és azt mondta, hogy folytasd. Nem beszélve arról, hogy hányszor elolvasta az egészet, és kijavította, és minden. Mielőtt még a szerkesztőséghez került, és a szerkesztő munkájához. Úgyhogy ha ő nincs, akkor nincs trilógia, azt tudti. Az abszolút
biztos. Függő vagyok, workaholic vagyok, úgyhogy dolgozom most is egy nagy, elég nagy vállalkozáson. Nem akarok erről különösebben beszélni, mert amennyit mondtam az elején, hogy az előbb, hogy egy olyan tolforgató szövegével foglalkozom, amely ugye ő maga nem volt nemes, de nagyon nemesszerűen, nagyon nemesen fogalmaz, nagyon, nagyon választékosan fogalmaz, tehát nem lehet csak úgyni, mint a ruca a vízben, csak úgy átmenni a szövegen, még akkor is, hogyha értem, hogy mit akar mondani, mert az természetesen értem, de azt megfogalmazni ebben a módban, ebben a stílusban, az nem könnyű.